Szeretettel köszöntöm a videó nézőit. Én a mai napon Kölcsey Kálmánnak a Parainéziszéről fogok beszélni. Kezdjük is ezt a gondolatsort egy kísérlettel, egy ilyen találgatós játékkal. Ezen a dián 5 állítást olvashatunk. Ezek nagyon rövidek, frappánsak, mondhatnánk ilyen kis szentenciák, amelyek valamilyen életbölcsességet fogalmaznak meg. A feladat az az, hogy ki kellene találni, vagy meg kellene próbálni kitalálni, hogy honnan származnak ezek az idézetek. Egyébként számtalan olyan internetes honlap található, amelyek tele vannak ilyen idézetekkel, például a citatum.hu. Nézzük az elsőt. Ne gondold, hogy a tanulás csak bizonyos időhöz, az ifjúság éveihez köthető. Vajon ki mondta ezt? Talán egy nagypapa az unokájának, miközben segített neki a leckét írni? Lehet. Második. Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni. Hát, itt a jóról, mint erkölcsi fogalomról van szó, ez akár származhatna a Bibliából is. Harmadik. Aki a boldogságra vadászik, árnyékra vadászik. Boldogság, megtalálása, vadászat, árnyékok világa, hát akár ez egy keleti bölcs szájából is származhatna. A negyedik, könyvet írni, ez is egyike korunk betegségeinek. Betegség, kicsit cinikus hangvétel, akár Dr. House is megfogalmazhatta volna ezt. És az utolsó, az emberi tudomány legfőbb célja maga az ember. Tudomány áll az állítás középpontjában, illetve az emberiség sorsa, akár Einstein is mondhatta volna. Gondolatkísérletünk végére érve leleplezem ezeknek a mondatoknak a forrását, ezeket mind Kölcsey fogalmazta meg, méghozzá mind abból a műből származik, amivel a mai órán, a mai videóban foglalkozni fogunk, tehát ezek mind a Parainézisből származó gondolatok voltak. Még mielőtt konkrétan rátérnénk a műre, szeretnék rávilágítani arra a motívumra, arra a gesztusra, ami a mű megírása mögött áll. Ez pedig a tanácsadásnak a motívuma. Az ember az élete során számtalan tanácsot fogalmaz meg, és ő is számtalan tanácsot kap, ezek között vannak jók, és vannak természetesen rosszak is. De mi is a tanács lényege? Az, hogy aki a tanácsot adja, az szeretné hozzásegíteni a hallgatóját, azt a személyt, akinek adja a tanácsot, valami jóhoz, sikerhez. Ez lehet nagyon pici dolog, és lehet nagyon nagy is. Például, amikor a nagymama azt mondja az unokájának, hogy drágám, a zserbóba mindig házi baracklekvárt tegyél, akkor annak a mondatnak az a célja, hogy amikor a nagymama már nem lesz ott az unokája mellett, akkor is jó zserbót sikerüljön sütni, ez egy nagyon hétköznapi cél. Lehet az is, hogy egy egyetemista azt mondja az érettségi előtt álló barátjának, hogy arra majd figyelj, hogy nagyon elegánsan öltöz fel a szóbelire, hogy jó benyomást tegyél a vizsgabizottságra, én is így csináltam. Mi áll e mögött a mondat mögött? Hát az a cél ezzel a tanáccsal, hogy a saját tapasztalatát, élettapasztalatát megosztva hozzásegítse barátját a sikerhez. És természetesen ezek lehetnek nagyon komoly dolgok is, életvezetési tanácsok, üzleti tanácsok, és ez az a motívum, amiből megszületett a Parainézis. Kölcsey ugyanis az unokaöccsének írta ezt a művet, és azzal a céllal írta, hogy sikeres legyen az életben majd a Kölcsey Kálmán, az unokaöccse. Egyébként számos más irodalmi mű is született ugyanebből a motívumból. Hogyha megnézzük a Bibliát, ott is számos bölcsesség átadására vonatkozó tanácsot találunk. Ezek közül is kiemelkedik a Példabeszédek könyve. A Példabeszédek könyvében Salamón az élet minden területére vonatkozóan adott tanácsot az olvasóinak. Barátság, pénzügyek, társválasztás, Istenhez való viszony. Hogyha megnézzük ezt a szöveget, ami a Példabeszédek első soraiban található, akkor látjuk azt, hogy Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei ezek.
miért írottak bölcsességnek és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére, okos fenyítéknek, igazságnak, ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Nem olvasom fel az egész idézetet, de nagyon fontos, hogy a Biblia egyébként a bölcsességet, azt az Isten félelemmel kapcsolja össze nagyon szorosan. És az utolsó mondatban pedig azt látjuk, hogy a szülőknek, az idősebb generációnak a tanácsait miért érdemes megfogadni. Fölül pedig már Kölcseinek a szavaival találkozunk újra. Ő ezt így fogalmazta meg. Számodra írok, szeretett fiam, hogy vidám és bánatos napjaimban gyűjtött parányi kincseimből emléket alkossak. Itt van tehát az a gesztus, amiről az előbbiekben is beszéltem, összegyűjtött élettapasztalatok, tanácsok, és mindezeknek a tanácsoknak az a célja, hogy egy jó élet legyen a végeredménye. Honnan gyűjtött Kölcsei tapasztalatokat? Mivel ennek a videónak nem Kölcsei életrajzának az elmesélése a témája, azért természetesen nem fogok hosszan időzni itt, de azért érdemes megnézni, hogy honnan származnak ezek a tapasztalatok. Kölcseinek egyáltalán nem volt küzdelmektől mentes és könnyű élete. Ezt egyébként többször el is mondja a Paraénézisben is. Viszont nem siránkozik e felett, hanem ezt egyfajta próbatételnek éli meg, ami az ő jellemét pozitívan formálta. Elég hamar elvesztette a szüleit, betegségekkel küzdött, tüdőbetegséggel, illetve ugye himlő következtében az egyik szemére a látását is elveszítette. Ennek külső nyoma is maradt egyébként, aztán nagyon híres intézményben tanult, a Debreceni Kollégiumban, aztán Pesten jogi tanulmányokat folytatott, itt jó barátságba került Szemere Pállal, akivel ezek után bekapcsolódtak a nyelvújítási harcba is. A Felelet a mondolatra című röpiratot, azt ketten írták, méghozzá Kazinci védelmében, és ők a neológusok táborához tartoztak természetesen, és ezzel hát lépett be először gyakorlatilag az irodalmi életbe, a közéletbe. A Szemere Pállal szerkesztették az Élet és Literatúrát is, ez egy folyóirat volt, és mind a mellett gazdálkodott a csekei birtokán is, és 30-as évektől kezdődően, és konkrétan 32-től pedig nagyon aktív közéleti szerepet vállalt, országgyűlési követ volt a pozsonyi országgyűlésen, eközben országgyűlési naplót is vezetett, és nagyon fontos beszédeket mondott, nagyon jó szónok volt. Milyen témákról, akkor egyébként ezek nagyon haladó, modern témáknak számítottak, például a jobbágy felszabadításról, a vallási türelem kérdéséről, és hát az a helyzet, hogy az országgyűlés résztvevői közül a fiatalok példaképükké tették, és nagyon szerették. Viszont Szatmár megye, illetve az udvar abszolút nem nézte jó szemmel ezeknek a beszédeknek az elmondását, lázító hangvételűnek találták ők ezeket a beszédeket, és visszahívták Kölcseit ebből a pozícióból, és az országgyűlés fiataljai úgy fejezték ki a szomorúságukat, hogy amikor Kölcsei elindult Pozsonyból, akkor ők gyászruhában, mint egy gyászmenet kísérték ki Kölcseit a városból, és fejezték ki azt, hogy mennyire nagy érték távozik most az országgyűlésről. Hogyha az irodalmi életre térjünk át egy kicsit, akkor ugye hát számtalan vers kapcsolódik a nevéhez, mindenkinek eszébe jut a himnusz. De például az első plágium per is foglalkoztatta őt, vagyis hát ennek is résztvevője volt. Az volt ugyanis a kérdés, hogy ha többen is fordítanak az Iliászból részleteket, és utána ez a fordítás megjelenik, akkor fel kellett tüntetni mindenkinek a nevét. Többen, köztük Kazinci is azt mondta, hogy nem, mert az a lényeg, hogy megszületett egy olyan mű, ami mindenkinek a hasznára lehet.
Kölcsey viszont azt mondta, hogy igen, mert ez mindenkinek az egyéni szellemi terméke, ez a fordítás. Na ez volt, ez az úgynevezett Iliász pör, 1826-ban az első plágium kérdése köré, vagy kérdése miatt megalakuló vita. És hát elérkeztünk a Paraénézishez, amit Kölcsey az élete végén írt. 34-ben már elkezdte írni, de végül is 37-ben jelent ez meg folytatásban. A Kölcsey prózáját, hogyha megvizsgáljuk, ugye most a versekről nem beszélünk, akkor kitűnnek a kritikái. Odaírtam az évszámokat is, hogy egy kicsit könnyebb követni ilyen módon. 1817-ben főleg német mintára, de három magyar költőről is írt ő kritikát, Kis Jánosról, Csokonai Vitéz Mihályról és Berzsenyi Dánielről. Az első még dicsérőbb hangvételű kritika volt, a második kettő viszont már sokkal szigorúbb volt, és hát el kell azt is mondani, hogy Berzsenyi pályájában komoly törést okozott ennek a kritikának a megjelenése, és sokan nem értettek Kölcseyvel egyet ezekben a kérdésekben. Aztán egy fontos irodalomelméleti kérdésekkel foglalkozó mű, a Nemzeti Hagyományok, ezt majd a későbbiekben egy picit bemutatom, és a Paraénézisz ugye Kölcsey életének a végén, és hát ide tartoznak a beszédek is, ehhez azért nem kapcsoltam évszámot, mert ahogy említettem, ezek részben országgyűlési beszédek, de más alkalmakkor is nagyon jó beszédeket írt ő, és hát máig olvashatóak és lehet belőlük tanulni. Mi ez a Nemzeti Hagyományok, amiről Kölcsey írt 1826-ban? Itt a hagyomány szó az nem néphagyományt jelent, hanem magát a kultúrát, olyan művészi emlékeket, amelyek az irodalmi művek forrásául tudnak szolgálni. És arról kezdett el ebben a művében Kölcsey gondolkodni, hogy mi magyarok rendelkezünk-e ilyen hagyománnyal, amiből az irodalmi életünk az kifejlődhetett, vagy kifejlődhet. És hát arra jutott, hogy nem igazán. Ő kétféle fejlődési típust különböztetett meg ebben a művében, a görögöt és a rómait. Azt mondta, hogy a görögök olyan gazdag mondakincsel rendelkeztek, amire lehetett építeni. Ez az egyik fejlődési típus. Azt mondja, hogy ez lenne az igazán jó. A rómaiak viszont nem rendelkeztek ilyennel, ő így gondolta, hanem azt mondta, hogy hát a rómaiak mindent a görögöktől másoltak, a témákat, a műfajokat, és ez is egy fejlődési típus, és ő úgy gondolta, hogy a magyar inkább ebbe a második római típusba tartozik. Egyedül a népköltészetet tartotta olyan forrásnak, amire építhet az irodalom. Természetesen itt is az a legfontosabb gondolat a Kölcseynek, hogy hogyan lehetne a nemzeti irodalmunkat fejleszteni, és hát arra a következtetésre jut, hogy szükségünk van európai mintákra, pontosan azért, mert nem bővelkedünk ilyen mondavilággal, vagy nem rendelkezünk ilyen mondavilággal, de azt mondja, hogy amivel viszont rendelkezünk népdalokkal és történetekkel, azokra viszont építsünk, illetve a színjátszás fontosságára hívja még fel a figyelmet. Azt mondja, hogy nagyon pozitív hatása van a nyelvre, illetve az irodalomra. Térjünk rá akkor konkrétan a Paraénézisre. Az a mű teljes címe, hogy Paraénézisz Kölcsey Kálmánhoz. Rendben, de akkor végül is ki volt ez a Kölcsey Kálmán? Kölcsey Kálmán Kölcsey Ádámnak, Kölcsey Ferenc öccsének a gyermeke volt, és mivel 1827-ben Kölcsey Ádám meghalt, ezért ezek után Kölcsey Ferenc magára vállalta a család támogatását és az unoka öccsének, Kálmánnak a nevelését. Ez azt is jelentette, hogy a tanítását támogatta, másként örökösének tekintette, úgymond gyermekévé fogadta. Egyébként ekkora Kölcsey Kálmán 9 éves volt, és ahogy teltek, múltak az évek, egyre fontosabbnak érezte Kölcsey azt,
hogy az anyagi és az emberi támogatáson túl valahogyan írásos formában is tanácsolja ezt a fiatalembert. Akinek egyébként, hogyha megnézzük az életét, akkor elég tragikus életet látunk, ugyanis megfogadta azt egyébként, amit Kölcsei mond neki a Parainézisben, hogy cselekvő hazaszeretettel legyen a hazája iránt, és képes legyen önfeláldozásra is. Csatlakozott a márciusi ifjakhoz Kölcsei Kálmán, és 1849-ben Komáromnál vesztette életét. A címben szereplő másik szó, ez a Parainézis. Ez ma már nem egy ismert szó, de hogyha megnézzük az eredetét, akkor azt találjuk, hogy ez a szó intelmet, bátorítást, buzdítást jelent. A magyarban az intelemben van egy kis feddés, van egy kis számonkérés. A jelentés másik két szava viszont abszolút leírja azt a célt, amiért születik egy Parainézis, ez a bátorítás és a buzdítás. Konkrét személyhez szoktak Parainéziszt írni, vagy beszédformájában elmondani. Hogyha a műfaját tekintjük, akkor ezt intelemnek szoktuk magyarul legegyszerűbben megfogalmazni, és erkölcsbölcseleti pedagógiai értekezés ez valójában. Ebben a bonyolult kifejezésben benne van három kulcs szó. Egyrészt az erkölcsi kérdéseket is érinti. Azt, hogy mit tegyen az ember, és mit ne tegyen az ember. Erről szól az erkölcs, az életmódról szól az erkölcs. Az, hogy bölcseleti, az ugye azt jelenti, hogy a bölcsesség megtalálása áll a középpontjában, és pedagógiai, tehát tanító célzatú is egyben. Egyébként ezt nem Kölcsei találta ki, ezt a műfajt, hanem vannak antik minták, Szokratész, Cicero is írt Parainézist, és egyébként Kölcsei ezeket a műveket szerkezetükben is példának tekintette. Tehát az a szerkezet, amit majd látni fogunk, hogy egy kulcsmondatból indul ki, és utána ezt fejti ki, az innen ezekből a művekből származik. Nagyon szerették a középkorban is ezt a műfajt, ekkor királytükör néven volt ismert. Az uralkodók megfogalmazták az utódaik számára, vagy a trónon őket követők számára, hogy hogyan kellene jó uralkodónak lenni, mit kell ehhez tenni. A humanisták is kedvelték, és hogyha konkrét magyar példát szeretnénk mondani, akkor az István király intelmei Imre Herceghez című művet találjuk. A legfőbb kérdés Kölcsei művében, hogy mi a legfőbb jó? És ő azt a választ adja erre a kérdésre, hogy az erkölcs, az erény, ezt egyébként ő rénynek nevezi, és az alkotó cselekvés. Ezek a dián szereplő témák, ezek a Parainézis szerkezetét, vázlatát mutatják be. Az első helyre teszi Kölcsei az emberiség és a haza szeretetét, de emellett a közösség szolgálata is nagyon fontos, az áldozatvállalás, az önművelés, az anyanyelv tökéletes ismerete, és például az olvasás vagy a könyvek írása is nagyon fontos szerinte. Azt látjuk, ha még csak ezeket a kis vázlatpontokat nézzük, hogy ezek a témák, ezek a tanácsok, ezek ma is ugyanúgy megállnák a helyüket, ha valaki életvezetési tanácsokat szeretne adni a fiatalabb generáció számára. Minden mellett, a jó szív mellett, amiből ez a mű megszületett, nagyon fegyelmezett szerkezetű, ahogyan említettem, bölcs mondatokból, szentenciákból indul ki. Ezek köré épít egy bekezdést, és ezekből a bekezdésekből épül fel a teljes szöveg. A következő dián egy ilyen bekezdést látunk. Itt az a tételmondat, hogy meleg szeretettel függ a hon nyelvén. Ma úgy mondanánk, hogy szeresd az anyanyelvedet. Az indoklás következik ezután, mert haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog, s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatra kész lenni nehezen fog. Tiszteld és tanuld más művelt népek nyelvét, de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig tehetségig művelni kötelesség. A pirossal kiemelt mondat, ez a felszólító módú parancs, azután magyarázat, részletezés, bizonyítás, személyes tapasztalat következik, és a bekezdésnek a végén pedig újra visszakanyarodik az első mondathoz. A példabeszédek könyvénél láttuk azt, hogy a bölcsesség megszerzése és az istenfélelem nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Ugyanezt figyelhetjük meg Kölcsey Paraénézisznél is, nagyon szép az, ahogyan ezt Kölcsey megfogalmazza. A tételmondat itt az, hogy imádd az istenséget. Hogyan vezeti ezt le? Akármerre veted-e temérdek mindenségben tekintededet, mindenfelől egy végetlenüli bölcs, nagy és jó, de egyszer s mind megfoghatatlan lény jelenségei sugárzanak feléd. Tehát, ha a napsütésre nézünk, a patak csubogására, a madarak csiripelésére, akkor eljutunk odáig, hogy ezt valamilyen felsőbb hatalomnak kellett, hogy létrehozza, és Kölcsey azzal folytatja, amivel egyébként Pál apostol is, hogy akkor viszont ebből mi fakad, azt mondja Kölcsey, hogy csodálat, tisztelet és hála fakad, és ezt a hármat együtt pedig imádásnak nevezzük, amikor az ember kifejezi a köszönetét mindezekért Isten felé. Hogyha a mű szerkezetének és témáinak a vizsgálatában tovább megyünk, akkor is látjuk a nagyon fegyelmezett, nagyon logikus felépítést. Például azt mondja, itt nem fogok minden szövegrészt felolvasni, de azt mondja, hogy szeretni kell az emberiséget. Majd a gondolat menetében levezeti azt, hogy nagyon nehéz szeretni az egész emberiséget. Szűkíteni kell a kört, hogy az ember a szeretetét valóságosan ki tudja fejezni. Ezért azt mondja, hogy akik körülötted vannak, a hazádat szeresd leginkább, és hogyha a hazaszeretetedet ki szeretnéd fejezni, akkor pedig vállalj áldozatokat. Cselekvő hazaszeretet az, amit ő az unokaöccse és hát minden olvasója elé állít. Tehát ez a logikai kapcsolat a három téma között. Érdekes, hogy például a világpolgárság kérdésével is foglalkozik. Azt mondja, hogy sohasem tudtam megérteni, kik azok, kik magukat világpolgároknak nevezik. Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével, s ha az egyik helyről máshova viszik, sötétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóan boldogíthassuk. Érdekes, hogy az embert és az emberi tehetséget fénynek nevezi, és azt mondja, hogy nem véletlenül van az, hogy hova születik meg egy ember, hol kell, hogy világítson a tehetségével, talentumával, fényével, és felelőtlen olyan döntést hozni, hogy én döntöm akkor el, hogy inkább hol szeretnék világítani. Mit is jelent ez a közösségért cselekvő ember? Mit ért ez alatt Kölcsey? Nagyon konkrét tanácsokat ad az unokaöccsének. Azt mondja, hogy fel kell készülni a közéleti szereplésre. Mi kell ehhez a felkészüléshez? Először is meg kell tanulni beszélni. Azt mondja, hogy a retorikával kell foglalkozni. Ehhez az anyanyelv nagyon mély ismeretére van szükség, de szükség van idegen nyelvek ismeretére is. Az olvasást emeli még ki, de felhívja a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit olvasunk, színvonalas műveket olvassunk, tapasztalatszerzést, alkotó munkát és hitelességet vár el, és azt mondja, hogy mindezek után felkészült lesz a közéleti szereplésre az ember. Végighallgatva ezeket a pontokat, felmerül az emberben a kérdés, hogy hát megéri mindez a sok áldozatvállalás? Mi a cél, amiért mindezt tesszük? Azt mondja Kölcsey, hogy fáradja hazáért, s ne tem magadért. Így nem lesz okot panaszkodni. Ki magáért fárad, gyakran csalatkozik. Ki lelke erejét hazájának szenteli, annak tettei előbb-utóbb sikerrel koronáztatnak meg, és a siker felől az emberiség elismert haladása biztosít. Tehát nagy célokért kell küzdeni, alá kell rendelni a saját életünket nagyobb céloknak, és akkor a haladás és a siker az nem fog elmaradni. És a záró gondolat,
amit mindjárt fel fogok olvasni, szerintem egy olyan gondolat, ami mindannyiunk aktuális élet célja is lehet. Az élet fő célja tett. S tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy. S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik. Köszönöm a figyelmet!